A járványhelyzetet követő első közgyűlés szünetében adták át az idei pedagógus napi díjakat. Az elismeréseket 25-en vehették át a Városházán Nemény András polgármestertől, László Győző alpolgármestertől és Puc Attilától a Kulturális Bizottság elnökétől. Átadták a Szombathely oktatásügyének segítéséért díjat és a kiemelkedő pedagógus munkáért díjat két fokozatban. Szombathely oktatásügyéért díjjal ismerték el Pölöskei Szovák Gertrúd, a Bersenyi Miklós általános iskola igazgató helyettese, Takácsné Pálhegyi Beáta, a tankerületi központ jogi és humánpolitikai osztályának vezetője, Fodor Imréné, a Játéksziget óvoda vezetője, és Tótné Talabér Gyöngyi, a Napsugár óvoda gyógypedagógusa munkáját.